Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, s az ő szent fiától, a mi Jézusunktól. Úgy legyen. Ámen. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Ajtódom valaki kapott. Ajtódom valaki kapott. Hogyan szól hozzánk Isten írott igéje? Zsidókhoz írt levél 12. részéből olvasom a 12-es, 3-as, 4-es verset. Azért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg, és egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem láthatja meg az Urat. Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűség gyökere felnövekedve kárt ne okozzon. Úgy legyen. Amen. Mindenki talált, illetve két-két székenként, és kérlek, hogy egy énekverset. Felnőttek is, gyerekek is, ezzel az énekkel készülünk a betlehemezésre. Aki már ismeri, bátran fogja énekelni, aki most tanulja, keresi, hol áll a szeme. Pásztor bennél vagy bölcs, 2000 évvel ezelőtt. Istennek, ó te egész föld! Énekeljétek az ő nevének dicsőségét, dicsőítsétek az ő dicséretét! Mondjátok Istennek, még csodálatosak a te bűveid! A te hatalmad nagy volt, amiatt hízelentek néked ellenségeid! Énekel néked, énekli a te nevedet! Jöjjetek és lássátok az Isten dolgait! Csodálatosak az ő te cselekedetei, az emberek fiai!
Uram, a te szolgádnak Sionnak, enged látni a te üdvösségedet, kit minden népeknek küldesz világosságul, a pogányok megvilágosítására, a te népednek, Izraelnek dicsőségére. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzel meg tégedet, világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, tereád, és adjon békességet néked. Örülj, kegyelembe fogadott, az Úr veled van, áldott vagy te az asszonyok között. Azt pedig látván megdöbbenve az ő beszédén, és elgondolkodik, hogy micsoda köszöntés ez, mondja neki az angyal. Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél. És íme fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezed az ő nevét Jézusnak. Ő nagy lészen és magasságos fiának hivatatik. És néki adja az Úr Isten Dávidnak, az ő atyának királyi székét. És uralkodik a Jákob házán mindörökké, és az ő királyságának vége nem lészen. Mondta pedig Mária az angyalnak. Mi dódol lesz ez, holott én férfiak nem ismerek? És felelvén az angyal mondta neki. A Szentlélek szállt rád, és a magasságosnak ereje árnyékod meg téged, ezért, ami születik is szentnek hivatik, Isten fiának. És íme Erzsébet a te rokonod, ő fogant fiat az ő vénségében, és ez már a hatodik hónapja léki, akit meddőnek hívta, mert az Istennél semmi nem lehetetlen. Mondta pedig Mária. Indul az Úrnak szolgálója. Legyen nekem a te beszédet szerint. Magasztalja az én lelkem az Urat, és szívem újjong az én üdvözítő Istenem felé, mert rátekintek szolgáló leánya csekészségére. Íme mostantól fogva boldognak mond minden nemzedék, mert nagy dolgokat tett velem a hatalmas, és szent az ő neve. Irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre, azokon, akik félik őt. Hatalmas dolgot cselekszik karjával, szétszórja a szívük szándékában bűnösöket. Uralkodókat dönt le trónjukról, és magasra emel megalázottakat. Éhezőket halmoz el javakkal, és füves kézzel küld el gazdagokat. Felkarolja Izrael az ő szolgáját, amint kijelentette atyáinak, hogy megemlékezik érzalmáról. Ábrahám és maga világ örökké. József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te jegyesedet, mert ami benne fogantatott, a Szentlélektől van az. Szülsz pedig fiait, és nevezed annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneitől. Mindez pedig azért lőn, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott volt, a próféta által, aki így szólt, ímé a szűz fogam méhében, és szül fiat, és annak nevét Imánuelnek nevezik, ami azt jelenti, velünk az Isten. Kezdetben vala az ige, és az ige vala az Istennél, és az Isten vala az ige. Minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Ő benne van az élet, és az élet vala az emberek világossága. És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt. Várj ember szíved, hiszen, mert ő a hős ki üdvösséged részen, szent győztes harcos úr. Fénynél tett hozva jött, megtört az ősi készítsétek útját, a lenni
azokban a napokban Augustus császártól parancsolat adaték ki, hogy mind az egész földön összeirattassék. Ez az összeírás először akkor történt, mikor Szíriában Cyrenaeus volt a helytartó, mennek vala azért mindenek, hogy összeirattassanak, kiki a maga városába, felmené pedig József is Galileába, Názáret városába, Júdeába, a Dávid városába, mely Betlehemnek neveztetik. Mivel hogy a Dávid házból és házanépe közül való volt, hogy beirattassék Máriával, aki néki jegyeztetett feleségül és várandós vala. És lőn, hogy mikor ott valának Betelének az ő szülésének napjai, és szüli az ő elsőszülött fiát, és bepújjálá őt, és helyezteté őt a jászolba, mivel hogy nem valamelyik helyük a vendégfogadó háznál. És az ige testé lett, és lakozék mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett. Szép tündöklő hajnal csillag, ki kegyelemmel felragyog. Jesszének szép veszélye, Dávid királynak magzója, sok királyoknak királya, lelkemnek vőlegénye. Kedves, kegyes, kellemetes, ékes és gyönyörűséges. Gazdagsággal dicsőséges. Akik künn a mezőn tanyáztak és vigyáztak éjszaka az ő nyájuk mellett. És íme az Úrnak angyala hozzájuk jöve, és az Úrnak dicsősége körülvéve őket, és nagy félelemmel megfélemlenek, és mondta az angyal. Ne féljetek, mert íme hirdetek néktek nagy örömöt, mely az egész népnek öröme lészen. Mert született néktek ma a megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában. Ez pedig néktek a jele, találtok egy kisgyermeket bepójába, tekintő a jászolban. És hirtelenséggel jelenék az angyallal, mennyei seregek sokasága, akik az Isten dicsérik, és ezt mondják vala. Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. És lőn, hogy mikor elmentek az angyalok őtőlük a mennybe, mondának a pásztor emberek egymásnak. Menjünk el mint Betlehemig, és lássuk meg a dolgot, amelyet az Úr megjelentett nekünk. Elmennének azért sietséggel, és megtalálják Máriát és Józsefet, és a kisgyermeket, ki a jászolban fekszik vala, amikor pedig megszületik vala Jézus a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében. Ím napkeletre bölcsek jövének a jászolhoz, lebarulván ezt mondák. Lenapuk az ő csillagát napkeletet, és azért jövénk, hogy tisztességet védjünk néki. Mikor pedig betörtek Mária tisztulásának napjai, a Mózes törvénye szerint felvitték őt Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak. És íme vala Jeruzsálembe egy ember, akinek neve Simeon volt, és ez az ember igaz és Istenfélő vala, aki várta Izrael vigasztalását, és a Szentlélek vala ő rajta. És kijelentette néki a Szentlélek, hogy addig halált nem lát, amíg meg nem látja az Úrnak Krisztusát. És ő a lélek indításából a templomba méne, és mikor a gyermek Jézust
bevívő szülői, hogy érettek a törvény szokása szerint cselekedjenek. Akkor ő karjaiba véve a gyermeket, és áldá az Istent. Uram! Uram, bocsássa le szolgádat békével, szent ígéreted szerint, mert te üdvözítőd én szereim előtt nékem nyilván megjelent. Hisz világos fényű fogányoknak küldtél ki a fényességével, nyilván kijelenik a szent Izraelnek nagy dicsősége szélre. Simeon megáldá őket, és mondta Máriának. Íme ő vetetett sokatnak elemsére és feltámadására az Izraelben. És egyedül, akinek sokan ellene mondanak, sőt, a te lelkedet is áthathatja az éles kőr. Most sok szív gondolatai nyilvánvalókká legyenek, mostan bocsájtod el, Uram, a te szolgádat, a te beszédet szerint békességben, mert látják az én szemeim a te üdvösségedet. Itt hallom, jászolom felem, úgy Jézusom szegemmel. Eljöttem, elhoztam nekem, amit kezdett könnyedtem. Vedd mindenem és szívem, fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére. Úgy legyen. Amen. Drága testvéreim, a betlehemi történet valahogyan így zajlott. Nem gondolom, hogy az az éjszaka nagyon megszervezett lett volna, hanem ahogyan adatott a jászol, az istáló, kint a külváros, magány, mindenféle zord körülmény, akkor is úgy volt. A pásztorok, akik kint őrizték a nyájat, az angyalok, akik ünnepelnek, és nem tudnak bent maradni, vagy fönt maradni a mennyben, hanem hírt kell hozzanak. Talán akik a legjobban rákészültek erre az estére, találkozásra, a már hetek óta úton lévő három napkeleti tudós. Azt mondja a mai igénk, nézzünk fel Jézusra, a hit beteljesítőjére. A Krisztus várásodra kérdez rá az ige, hogy benne van ez a sóvárgás, ami több száz éves volt az akkoriaknak, és értették a pásztorok, hogy kit látogatnak meg. És amikor ránéztek ott a kietlen pusztában, de ránéztek arra kicsi gyermekre a Betlehemben, abban a jászolban, ők látták ezt a jövendőlést maguk előtt. A három király, amikor aranyat, tömjént, mirhát hoz, nem a külsőségeket látják, hanem ezt az Ézsaiási idézet beteljesítését, profécia beteljesedését, hogy ilyen lesz, ilyen, amikor ez a nagy király felnövekedik, és megvált bennünket. Ilyen az az ország, a gyerekek sokszor kérdezik, milyen az a mennyország, Melinda néni? Ilyen. És ilyen az az ország, amikor Jézus Urunk ide visszajön, hogy nem lesz benne kietlenség, nem lesz benne acsarkodás, nem lesz egymás lögdösése ki ajtókon meg be. Sok ilyet láttunk a héten. Nem lesz káromkodás olyanok szájából, akiknek vezetőknek kellene lenni. Nem lesz ilyen. Mert Jézus Urunk 1000 éves birodalmáról szól, már az Ézsaiás is idézett, képzeld el. Már az, időszámításunk előtt, vagy 500 évvel, ezt az országot várjuk, ezt a királyt várjuk, őt üdvözöljük karácsonykor.
Nem mindegy, hogy az a két pár cipő rendesen van odatéve a fogas alá, avagy kicsit csempén mond. Dehogy nem, az lényegtelen. Rosszul mondtam az előbb, az lényegtelen. Nézz fel Jézusra. Lásd, sóvárogva magad előtt ezt a világot, amit ő a messiás elhozt. Ő az én királyom, szabadítom. Minden lankadásból, csükkedésből, félelemből kiszabadítót. Őt fogadd, keresd, vidd oda elé az életedet. Mit tudsz mást ajándékozni? Hajtsd meg a fejedet, imádkozzunk. Kegyelmes Urunk Istenünk, nagyon szépen köszönjük a tanításodat, a Te ígédet, bátorításodat. Nem szeretnénk, hogy csüggetten, mérgező legyen az életünk. Nem szeretnénk, hogy másokra és más történésekre figyeljünk Te helyetted. Téged akarunk ünnepelni, megszületett megváltó. Téged akarunk ünnepelni, hogy beengedünk a szívünkbe, az életünkbe, ahogy a kicsi elsősök énekelték. Ajtónkon, szívünk ajtaján kopogsz. Kérünk hát, fogadj el bennünket. Fogadd el a mi ünneplésünket. Úgy legyen. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben.